Hölgyeim és uraim, akusztik az M2 Petőfi TV-n. Színpadon a punk dalokat látjá varázsoló vérbeli rockzenész, Szekeres András. Jó estét kívánok! Nagyon régi Bécsi dal következik most, ez a Csillagtelep. Meddig bírom,
szépen, és viszonylag új dal következik. Nagyon köszönöm. Ez 2018, és nagyon-nagyon kevés alkalma volt lehetőségem eljátszani. Lehetőségünk. Egyébként a zenekar az teljesen új. Egyszer léptünk fel, ugyanígy az A38-on, de bemutatnám őket. Nagyon kedves emberek számomra. Takács Vilkó gitár. Templi Erik zongora. Kovács Dávid basszusgitár. Gravel Shores dobon. És ez a Minden fejben dől el című dal. Köszönjük szépen! Igazán nem nagyon szeretnék junkiezozni egy ilyen szekeresondás burin, de vannak kihagyhatatlan körök. Meg így nyilván nem tudunk elmenni amellett, hogy ne érintsük ezt a témát. Vagy nem tudunk elmenni a téma mellett, hogy ne érintsük. Úgyhogy egészen pontosan három junkie számot fogunk ma este játszani. Az egyik az a Minden álmom. Ez az azért fontos számomra, mert ott jöttem rá, hogy ott jöttünk rá, hogy bármikor tudunk, tehát ez bennünk van, amikor szükség van az, hogy másnapra
szülesen egy dal, amikor tényleg fegyverekkel követelik tőlük, akkor ez meg tud íródni, és ez az egyik ilyen dal, az a cím, hogy Minden álmom. Nagyon köszönjük. És így egy elég régi dal következik, ez volt az első, amit a Junkies-on kívül írta. Igen, annyira érdekes, hogy ezek a régi dolgok azért nem is voltak olyan messze egymástól, mert nagyjából körülbelül 5 éve zenéltem a Junkies-ból, amikor ez megszületett ez a dal, és az a első Hiperkarma lemezre született, és az a címe, hogy erdő, és mindenféle feldolgozást, meg mit tudom, megért már, de nagyon kedves számomra ezzel indult gyakorlatilag a szóló pályafutásom, úgyhogy most el is fogjuk játszani.
Köszönjük, szintén egy újabb dal. Az az életem, az a címe. Szeretkezés között, két felébredés között, két felismerés között az idő. Két összeomlás között, két újrakezdés között, két kibékülés között az idő. Két elejtett szó között, két hazugság között, két megalkuvás között az idő. Fellángolás között, két felvonás között, két elájulás között az idő, az az életem. Oh,
robbanás között, két széthullás között az idő. Két látomás között, két állomás között, két vallomás között az idő. Két szeretkezés között, két felébredés között, két felismerés között az idő. Két légvétel között, két vérvétel között, két tönkretétel között az idő. Köszönjük szépen! Szintén egy új dag, viszonylag ez az életet dobog, kerekes sugárka érte. Miattad vagyok ilyen faszán, ugye az érzem.
Köszönjük szépen! Egy feldolgozást fogunk játszani. Lesz még egy-két feldolgozás és vendég is. De ez az én kedvenc zenekarom, és az a Stereophonics Velszi zenekar. Nem tudom kimondani a szülővárosuk nevét. Nagyon sok más hangzó van benne, és kevés ma hangzó. De nem tudom, nagyon felnézek rájuk. Tehát úgy, hogy úgy alakítják a zenét. Tehát mindig arra megy a dal, amerre én is fordítanám. Tehát nagyon tudok vele azonosulni. És az egyik kedvenc dalom, ami bármikor fel tud dobni. In time.
Köszönjük szépen! Na, jó érzés volt ezt a játszani. Ha felelőnyel élveztetek hallgatni, mint mi játszani, akkor azt jelenti, hogy mi kétszer jobban élveztük. Jön a második Junkies, mutatom, második. Igen. Ez a Szabad a pálya című dal. Itt egy nagyon-nagyon rossz Junkies lemez. Tegyük hozzá, szögezzük le. Tényleg az a kedves lemezet? Ilyen rossz ízlés is rátszak, nem is gondoltam. És maga a lemez 2003-as, és borzasztóan meg belenyilalt a szívem, hogy ennyire régi. Rúgott, ahogy csak bírt, iszonyúan fájt. Könnyen szemekkel szilleltem, hogy gennyes sebekkel szívemben kibírom ezt a kír. Érzem, sohasem nyugodtan. Azt gondolod végig,
nekem már semmi se tartogat, mégsem tartom alkomat, mint aki alamistát akar. Nekem így jó, hittel nem élek ingyen, ha ösztön hagy, lelépek innen. Túl sok vár a szak, tudom lenni boldogság, megérkezni halál. Mégis a juhajt az a kíváncsiság, a végén mi vár, előtte szabad a pálya. Ennek a játéknak nincs szabály, csak az, köszönjük szépen! Van egy vendégünk, Ponikló Imre, várom a színpadra. Hatalmas tapsot kérek szépen neki. Mindenki, nem olyan nagyon régóta vagyunk haverok, kb. Ilyen 5-6-7 éve, és zenéleg nagyon közel állunk egymáshoz, és úgy gondoltam, hogy tök szuper lesz, hogyha meghívjuk ebbe a dalba. Ez egy KFT dal. Ugyanis volt egy feladatunk, hogy kötelezően fel kell dolgozunk egy magyar kortárs szerző vagy zenekarnak a művét, és mi a KFT vonat című dalát választottuk, ez az egyik kedvenc dal, szerintem az egyik legjobb valaha íródott dal Magyarországon, és remélem jó sikerül, biztos, hogy jó sikerül, nem? Én is remélem, és te nagyon kérem. Jó dal, nagyon okay. Szeretem én is. A város pálya udvarán elindult egy személyvonat. Elvitte Anna Máriát, Böröndi összes homiát, és Károly egyedül maradt. Lassan búcsúzik a város, a sok-sok szín a töltés mellett álló házak, a szürke út menti fák. Elvitt egy adó ellenőrt, akinek tegnap délelőtt meghalt egy távoli rokon.
lassan búcsúznak a gyárat, a sok-sok kémlény között. Végül elmaradnak a házak, a szántóföldek mögött. Hatalmas taps Imrének, köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönöm, köszönjük! Ez az első szólóalbumomnak a címadó dala. Igazából nem azért, mert ez a legjobb dala a lemezről, hanem ez volt a legjobban. Tehát úgy értve, hogy holnap után az végülis ilyen lemez szíves. Szépen, és ugye a szóló fellépésém ez az egyik legnépszerűbb dal, ami most következik, mindig kérik, úgyhogy teljesen kihagyhatatlan az a cím, hogy legyen nekem szép.
kicsit figyelj rám, s ha engem akarsz, kicsit legyél jó, mint akkor elzavar, tudom, ez így nehéz, mert ha szeretnél, legyél nekem szép. Vagy szemek, s bolond fél mosoly, érték és ritka zsákpány, kicsit figyelj rám, hogyha még akarsz, kicsit maradj még, hát ha itt ragad, hát talán egyszerű, vagy talán túl kemény, legyél nekem szép, egy kicsit figyelj rám, hogyha engem akarsz, kicsit legyél jobb, mint mikor elzavag, tudom ez így nehéz, de ha szeretnél, legyél nekem egy kicsit figyelj rám, ha még akarsz, kicsit maradj még, hát ha itt ragad, hát talán egyszerű, vagy talán túl kemény, legyél nekem szép, egy kicsit figyelj rám, hogyha engem akarsz, kicsit legyél jó, mint mikor elzavasz, tudom ez így nehéz, de ha szeretnél, legyél nekem szép. Legvégén a hármas számú Junkies dal. Ezt azért választottam ide be a műsorba, mert nem, egyszerűen szerintem jól sikerült az átirata. Pont egy ilyen akusztikra, Junkies-ra írtuk át. Erikkel akkor dolgoztunk együtt, aki azóta már a második lemezen is közreműködik. Sőt, hát szinte már a hatodik tag, már az ötödik tag a Junkies-ban az a Vilko, ugyebár, és már szinte már hatodik tag. És nagyon szeretjük, és örülünk, hogy együtt tudunk dolgozni. Annyira érdekes, hogy nálunk már nagyon összefor a barátság, és akivel szeretünk dolgozni. Tehát nyilván azért is szeretünk valakivel dolgozni, mert nagyon ügyes és jó, de kell az is, hogy közel álljon hozzánk. Úgyhogy nagyon örülök, hogy gyakorlatilag a Junkies családból rajtam kívül hárman is szerepelnek most itt a színpadon, és öröm nekem velük zenélni, és szegény Dávid, ő nem tartozik bele, de majd reméljük még néhány, mit tudom, 10-20-30 év, és akkor te is bele fogsz tartozni a csapatba, hogyha szeretnél. És ez a Nincs Pardon. We'll be right back.
volt ilyen botrány. Hozom egy rendeletet, elemne a kormány. Hozzoljon kére, nincs is semmi lenni való. Menjen már haza, sok van kipi naplopó. Világváros, hagyjál már, sok turista, menjen már. Nem lesz pardon, nem lesz tász, tiszta útban rendes ház. Hakítsák már le az elég, térdig ér a sok személy. Tiszta útban rendes ház, nem lesz pardon, nem lesz tász. Sziasztok, minden jót! Köszönjük!